Legendák nyomában. Rejtélyek és mítoszok a történelemben. Az ember már az idők kezdetétől felismerte a víz különleges tulajdonságait, és amikor felfedezte, hogy nem létezhet élet víz nélkül, mesék kezdtek terjedni az örök ifjúságról és a víz mágikus erejéről. Erősítő és megtisztító forrásokról a vallásos tanításokban és különböző kultúrák népi hagyományaiban is gyakran esett szó. Az új világ felfedezése sokféle ajándékot adott az embereknek. Úgy gondolták, hogy ezek között van az élet meghosszabbításának lehetősége is. Az 1400-as évek végén európai felfedezők indultak útnak, hogy meghódítsák ezt a földet. Három nagy hatalom, három különböző célt tűzött ki maga elé. A franciák a szőrmekereskedelmet akarták kiterjeszteni, az angolok földet akartak, új gyarmatokat, a spanyolok aranyat és más meséskincseket kerestek. A floridai Szent Augustinban máig sokan hisznek az ifjúság forrásában. Abban is hisznek, hogy Juan Ponce de León csodatévő vizet fedezett föl, amikor először lépett a floridai félszigetre 1513-ban. A II. Ferdinánd király udvarában élő mártír Petrus nevű itáliai paptól származik az első írásos beszámoló Ponce de León törekvéseiről, melyek örökre összekapcsolták az utazó nevét az ifjúság forrásával. Ponce de León 1513-ban kísérelte meg először meghódítani Floridát. Petrus így ír erről. A szigeten örökké folyó forrásvíz zubog. Ereje oly csodálatos, hogy újra ifjúvá tesz mindenkit, aki iszik belőle. Idézet az Új Világról című könyvből 1516. Petrus beszámolója ma élénk vitát vált ki. Sokan nem hisznek benne, hogy az új világban megtalálták az ifjúság forrását, sőt abban sem, hogy Ponce de León ezt a csodát kereste volna. De miért írta mártír Petrus, hogy a spanyol felfedező ilyen mesebeli víz után kutatott? És miért hiszik egyesek, hogy létezik fiatalító víz? Megvizsgáljuk ezeket a kínzó kérdéseket, és megpróbáljuk kibogozni a régi rejtélyt. Az örök fiatalság forrása. Első rész. Egy legenda születése. Ha a floridai Szent Augustinba látogatunk, megnézhetjük az ifjúság forrásának helyét. Állítólag ez az a forrás, amit Ponce de León nem csak keresett, de meg is talált. A modern történészek természetesen megkérdőjelezik ezt az állítást. Samuel Eliot Morrison, amerikai történész, Ponce de León kutató, egyszer azt mondta, addig nem tudjuk meg, hogy Ponce de León pontosan merre ment és hol kötött ki Florida partján, amíg valaki ugyanabban az évszakban végig nem hajózza az útvonalát. Így aztán 1989-ben Douglas Peck történész és vitorlázó felkerekedett, és a hajdanihoz hasonló körülmények között végigkövette Ponce de León útját. 1991-ben számolt be tapasztalatairól egy sajtókonferencián. Sok előzetes feltételezése megdőlt, mivel a Ponce de León hajónaplója alapján rekonstruált út Melbourne Beach-nél ert véget, Cape Canaveral-től délre. Ez körülbelül 200 kilométerre délre fekszik Szent Augustintól. Vajon mi okozhatta az eltérést? Talán az, hogy Ponce de León elnagyoltan vezette a hajónaplót? A feljegyzésekből megállapíthatjuk, hogy a szélességi köröknél legalább egy fokot tévedett. De bizonyos esetekben akár hármat is, tehát valóban délebre kell helyeznünk a kikötés helyét.
A legtöbb modern történész elfogadja Peck következtetését, hogy Ponce de León nem Szent Augustinban szállt partra. De vajon volt olyan az új világban, hogy ifjúság forrása? És ha igen, Floridában volt? És Ponce de León tényleg kereste? Az ifjúság forrásának legendája mélyen beivódott az európai kultúrába a 16. század folyamán, tehát elképzelhető, hogy egy felfedező útnak indult, hogy felkutassa a csodát. Az emberekre nagy hatással voltak a költők leírásai a mesebeli távoli országokról, olyannyira, hogy sok hajós az új világba érkezve arra számított, hogy különös, ritka, csodás jelenségekkel fog találkozni. Sok más utazó is eljutott az új világba, de egyiknek a nevét sem kapcsolták össze az ifjúság forrásával. Ki volt Ponce de León? Miért keverték bele ebbe a különös legendába? Fiatalkora a feledés homályába merült. Születési dátumát a történészek körülbelül 1474-re teszik. Nem tudjuk pontosan, mikor született, de azt igen, hogy nemesi családból származott. A Ponce de León nemesi név. Valószínűleg törvénytelen gyerek volt, ezért nem ismerhetjük részletesebben a családi hátterét. Azt aránylag biztosra vehetjük, hogy a León királyságbeli Komposban született. Ponce de León ifjúkorában ádászharcosként szerzett hírnevet magának. Csatlakozott a spanyol sereghez, és 1492-ben II. Ferdinánd király vezetésével legyőzték a granadai mórokat. Ez a győzelem véget vetett a spanyolországi muzulmán befolyásnak. Ugyanebben az évben a spanyol zsidók 3 hónapot kaptak rá, hogy térjenek át a kereszténységre, vagy hagyják el az országot. Eközben Martin Benheim, német geográfus, elkészítette az első földgömböt. Az év legnagyobb eseménye azonban Kolumbusz Kristóf expedíciója volt. A spanyol felfedező utak Kolumbusszal kezdődtek 1492-ben. Nyugat felé hajózva akart eljutni keletre, és bár ez akkoriban nem volt olyan szokatlan elképzelés, mégis ő volt az első, aki megvalósította. Azt hitte, Indiába jutott, amikor elért egy szigetcsoportot, a mai Kubát és Hispaniolát. Juan Ponce de León, a harcedzett katona, idősebb és bölcsebb lett, és új kihívásokat keresett. Második rész. Az ember a mítosz mögött. Juan Ponce de León tipikus spanyol nemes volt, és ahogy ma mondanák, meglehetősen jól ment neki, de ahhoz, hogy a középkori Spanyolország társadalmában fontos helyet foglalhasson el, hatalmas gazdagságra kellett szert tennie. India és az új világ jó lehetőségnek ígérkezett a vagyonszerzésre. 1493-ban 19 évesen elhajozott az új világba, csatlakozott Kolumbusz második expedíciójához. Az új világban különféle csatákban harcolt, és 1506-ban megbízták, hogy foglalja el Spanyolország számára Puerto Rico-t. A hódítás sikerrel járt, és Ponce de Leont 1509-ben kinevezték Puerto Rico kormányzójának. 3 évig viselte ezt a hivatalt. Ez alatt az idő alatt jelentős események történtek, amelyek nagy hatással voltak az ő életére is. 1506-ban meghalt Kolumbusz Kristóf. Ferdinánd király és az udvar úgy döntött, hogy a Kolumbusz által elfoglalt területeket, beleértve Puerto Rico-t is, Kolumbusz két fia kormányozhatja tovább. Diego Kolumbusz igényt tartott a szigetre. A munkanélkül maradt Ponce de León elhatározta, hogy olyan földet keres magának, amelyet nem Kolumbusz fedezett fel. Ponce de León azért indult felfedező útra, hogy új területeket találjon, amit elfoglalhat és irányíthat.
Remélte, hogy sok értékes kincset talál, aranyat, ezüstöt, drágakövet, gyöngyöket. Benszülötteket is keresett, hogy munkásként használhassa őket, vagy rabszolgasorba vesse és eladja őket spanyol honfitársainak a Karib-szigeteken. Valószínűleg az tűnt a legjobb tervnek a számára, ha megkeresi Bimini szigetét. Ez nem az a sziget, amely ma a Bahamákon a Bimini nevet viseli, hanem egy másik, hatalmas sziget, amelyről úgy gondolták, hogy Kubától északra fekszik. Bimini szigete először egy 1511-es kiadású térképen jelenik meg. A térképet ugyanaz a mártír Petrus adta ki, aki fontos szerepet játszott abban, hogy Juan Ponce de León nevét összekapcsolták az ifjúság forrásával. Gyakran kérdezgette a Karib-tengert megjárt hajósokat, és a hallottak alapján térképet készített az új világról, legalábbis a karibi medencéről. Kubától északra egy hatalmas földet rajzolt, és Bimini szigetének nevezte el. Ponce de León még mindig élvezte Ferdinánd király kegyét, ezért engedélyt kért, hogy Bimini keresésére indulhasson. Ő felsége válasza a Bimini felfedezéséről szóló dokumentumok között található. Espanyola sziget kormányzatának. Bizonyos Ponce de León írt nekem Bimini szigetének elfoglalásáról. Elrendelem, hogy a megbízást adják nevezett Ponce de Leónnak. Ferdinánd király, 1512. február 23-a. Juan Ponce de León 1513. március 3-án indult útnak a Puerto Rico-i Anasco öbölből. Északnyugat felé indult a Lucayán szigetek, mai néven Bahama szigetek mentén. 11 napig hajózott, és eljutott a legészakibb ábrázolt szigetig, a mai San Salvadorig. Ezt a szigetet is Kolumbusz fedezte fel hajdanán. Ponce de León feltöltötte 3 hajója készleteit, és elindult saját felfedező útjára. Március 27-én Eleuthera szigetét elhagyva a flotta nyugatnak fordult, és eltűnt a láthatáron. Áthajóztak a mai floridai szoroson. Fogalmuk sem volt, hol járnak, és 6 egész napig nem láttak szárazföldet. Hajózás közben mégis az aggasztotta őket a legjobban, hogy képtelenek tartani a nyugati irányt. Észak felé sodródtak, sokkal inkább észak felé, mint amennyire nyugatnak tudták kényszeríteni a hajót. Mindez természetesen a Golf áramlat, vagy más néven Florida áramlat okozta. Az áramlat északra, új szárazföldek felé sodorta a hajókat. A történelmi felfedezés 1513. április 2-án, húsvét hetében történt. Az alábbi írásból megtudhatjuk, hogyan nevezte el Ponce de León a felfedezését. Egy híres spanyol történész, Antonio Herrera jegyezte le 90 évvel az esemény után. Úgy gondolták, hogy a Föld egy sziget, és elnevezték La Floridának, mert a szemnek nagyon szép látványt nyújtott, egyenletes és sima volt, sok zöld ellőfával. Azért is nevezték el így, mert a virágzó húsvét hetében fedezték fel. Antonio Herrera, 1601. Ponce de León mámorosan örült a nagy felfedezésnek. De vajon mi motiválta elsősorban a felfedezőket? Nem sokára megtudhatják, milyen csodákra leltek a hajósok az új egzotikus földön, és hogyan vált az ifjúság forrása európai legendává. Harmadik rész. Ősi bölcsességek nyomában. Juant és társait nagy megelégedéssel töltötte el La Florida felfedezése. A benszülötteket azonban nem tette túl boldoggá az érkezésük. Kétféle elképzelés van arról, hogy miért voltak a helybeliek olyan ellenségesek. Egyes történészek szerint nem Ponce de León volt az első spanyol, aki partra szállt arra felé.
Az 1500-as évek elején Kolumbusz és társai elfoglalták Hispaniolát, és sok rabszolgára volt szükségük. Hispaniola a mai Dominikai Köztársaságot és Haitit magába foglaló terület. Két oka is volt, hogy itt nagyon hamar lecsökkent a használható rabszolgák száma, a spanyolok kíméletlen bánásmódja és a magukkal hozott európai betegségek, amelyekkel szemben a benszülötteknek nem volt megfelelő immunitása. Rengetegen meghaltak. A pótlásukra rabszolgaszerző expedíciókat indítottak a Karibi-sziget világban, és több rabszolgahajó is elérhette a floridai partokat. Ha Floridát már előbb felfedezték a spanyolok, mint hogy Ponce de León 1513-ban odaért, megvan a magyarázat, hogy miért fogadták őt a benszülöttek olyan ellenségesen. Ezt az elképzelést támasztja alá, hogy Ponce de León leírja, hogy az öbölparton talált egy benszülöttet, aki értett spanyolul. Más történészek szerint a floridai benszülöttek menekültek voltak, akik a Karib-szigetekről érkeztek erre a vidékre, mivel a spanyolok már Kolumbusz érkezése óta folyamatosan támadásokat intéztek ellenük. A benszülöttek a környező szigetekről érkeztek ide, hogy meredéket keressenek, és hogy ne kényszerítsék őket rabszolgasorba. Ezért történhetett, hogy mire a spanyolok odaértek Floridába, a benszülöttek már tudtak róluk egyecsmást, ismerték a módszereiket, és azt is tudták, miért jöttek. Sejtették, hogy nem barátkozni akarnak. Meggyőződésük volt, hogy a spanyolok megtámadják és rabszolgává teszik őket, elhurcolják őket a családjuktól. Akár menekültek, akár benszülöttek voltak, egy biztos. Nem fogadták tárt karokkal a felfedezőket. Antonio Herrera, a spanyol krónikás később megírta, mi várta Ponce de Leont és társait Floridában. Herrera 1601-ben leírja, hogy Juan Ponce de Leonnak nem állt szándékában ellenségesen közeledni a benszülöttek felé. De rákényszerült, mert a benszülöttek azonnal megtámadták nyilakkal és botokkal. Megpróbálták elvenni a csónakját és az evezőit, így hát Ponce de León visszavágott. Egyik emberét leütötték, két másik megsebesült, a többiek biztonságban elmenekültek. Ezt követően tovább hajóztak délfelé a Jupiter öblön át. Kikötöttek, és Ponce de León kitűzte a keresztet, hogy jelezze a tulajdon jogát a földre, második aragóniai Ferdinánd király nevében. Lehet, hogy a barátságtalan fogadtatás ellenére ekkor említették meg a benszülöttek a csodás vízforrást. Minden benszülött indián szertartásnál használtak vizet. Ezért, ha egy felfedező megkérdezett egy indiánt, hogy tud-e a közelben csodatérő erejű forrásról, az minden bizonnyal igennel válaszolt. Minden vizet mágikus erejűnek tartottak, mert a földanya ajándéka volt. Ha két ember találkozik, és nem ugyanazt a nyelvet beszélik, elég nehéz megérteni és lefordítani, amit egymásnak mondanak. Elképzelhető, hogy Ponce de León az ifjúság forrásáról kérdezte a benszülötteket. De nem tudjuk, hogy megértették-e, vagy egyáltalán tudták-e pontosan, mi is érdekli, és miért érdekli. Azt sem tudjuk, merre irányították. Juan Ponce de León tudott az ifjúság forrásáról. A 16. századi Spanyolországban közismert legenda volt ez. Gyökerei az ősi néphagyományokhoz nyúltak vissza. Tudjuk, hogy Európában és a Közel-Keleten erősen hittek egy ilyen forrás létezésében. Profán, erotikus hit volt ez, a reneszánsz festőket gyakran megihlette. Valószínű, hogy a fiatalító víz eurázsiai mítoszát a spanyolok magukkal vitték az új világba is, így lett része a karibi térségről elterjedt ismereteknek. A mítosz pontos eredete még mindig rejtély. De tudjuk, hogy egy kereszténység előtti időből származó ősi hiedelem nagyon népszerű lett a Közel-Keleten. Eszerint a földből fakadó víz az istenek mágikus ajándéka. A mezopotámiai folyók völgyében két évszak volt, az esős és a száraz. Az egyik babiloni vízistent úgy is nevezték, hogy a nagy gyógyító.
A tiszteletére rendezett szertartások során betegeket mostak meg és locsoltak le a Tigris vagy az Eufrates, vagy valamely földből fakadó forrás vizével. Talán itt tapasztaljuk először a jelenséget, hogy nem általában a víznek, hanem egy bizonyos víznek tulajdonítanak gyógyító vagy más szempontból különleges képességet. Ezeken a vidékeken kevés volt a víz. Nem csak úgy tekintettek rá, mint szükséges életfeltételre, hanem tisztelték is. Történetek kezdtek keringeni varázserejű vizekről. Nem sokat tudunk az eredetükről, mert a szóbeliség időszakából származnak. Ekkor még természetesen semmit sem rögzítettek írásban. Azt viszont tudjuk, hogy szerte Európában elterjedtek ősrégi történetek a világ végén található fiatalító vagy gyógyító forrásról. A fiatalító forrásról szóló legrégebbi feljegyzések egyike egy ősi indiai eposzban, a Mahabharatában található. A történészek szerint az eposz időszámításunk előtt 100 és időszámításunk után 400 között íródott. A történet szerint bizonyos papok egy rituális kábítószert kerestek, a szómát. Úgy tudták megszerezni, hogy elmondták egy embernek, hol találja a fiatalító forrást, ő pedig cserébe adott nekik a szerből. Hősünk megtalálja a legendás Sarasvati folyót. Megfürdik benne, és attól kezdve nem öregszik. Természetesen vallási szempontból is megtisztul. Nagyon érdekes, hogy a hinduknál ma is nagy ünnep, ha megfürödhetnek a Sarasvatiban. 12 évenként komoly szertartások keretében indul a Kumbh Mela nevű zarándoklat a Ganges és Yamuna folyó találkozásához. Ezen a ponton csatlakozik a két folyóhoz a harmadik, a mitikus Sarasvati, amit senki sem láthat, de ha megfürdik benne, rituálisan megtisztul. Ez is eleme a megfiatalodásnak. De ha a történet Indiából ered, az alapgondolat hogy épülhetett be annyira az európai kultúrába? Tudjuk, hogy Európa és India között volt kapcsolat, elsősorban persze kereskedelmi, de a kereskedelmi utak mentén nem csak az árucsere jött létre, hanem kulturális csere is. Az ifjúság forrásáról szóló mítoszok, amelyek a 11. század után terjedtek el Európában, mindig Indiába, vagy a távol-keletre helyezték az ifjúság forrását. Mivel Ponce de León azt hitte, Nyugat-Indiában jár, nyugodtan gondolhatta, hogy komoly esélye van megtalálni az ifjúság forrását. Egy másik híres népmese is széles körben elterjedt az európai felfedezők korában. A világvégi forrás története, amelyet még a Bibliánál is régebbinek tartottak. Ez a mese, ahogy sok más mese is, három királyfiról szól. Az öreg király megbetegszik, a fiai pedig útnak indulnak, hogy megkeressék az életvizét és elvigyék apjuknak. Hol a király szemevilágát kell visszaadni, hol valamilyen betegségből kell meggyógyítani, leggyakrabban pedig az öregség kellemetlen belejáróit kell megszüntetni, és a szexuális potenciát növelni. Ahogy az emberek öregedtek, egyre inkább hittek benne, hogy a megfelelő varázsvíz visszaadhatja a szexuális képességeiket. Mint a legtöbb mesében, itt is gonosz a két nagyobb testvér, a kicsi pedig jó. Bátor viselkedésének hála találkozik egy törpével, aki elárulja, hol találja az életvizét, és hogyan küzdheti le az akadályokat az oda vezető úton. A királyfi talál egy kastélyt, hatalmas kapuval. Átjut a kapun, legyőz két ordító oroszlánt, majd egy mély álmából felébredő hercegnő elvezeti a varázslatos forráshoz. A királyfi ott mer egy kupa vizet, sikerül hazajuttatnia az apjához, aki iszik belőle, és meggyógyul.
A rossz fiúnak is végig kell mennie ugyanezen az úton, ugyanezeket a próbákat kell kiállnia, de nem jár sikerrel, mert önző, és csak arra gondol, hogy hatalmat szerezzen magának. Így végül vágtató lovak tapossák el, vagy legyőzi egy megtámadott medve, és így tovább, és így tovább. Ez a történet az egyik legismertebb mesévé vált a nyugati világban, és annyira beépült az emberek tudatába, hogy végül már hittek benne. Elhitték, hogy a világ végén van egy forrás, és ha valakinek sikerül megtalálni, az gazdag lesz, meggyógyul a betegségeiből, visszanyeri a szeme világát, összeforr a törött lába, főként pedig növekszik a szexuális potenciája. Ez persze csak mind vágyálom volt. Az emberek vágytak egy bizonyos állapotra, és úgy gondolták, a víz segítségével elérhetik. Még a mai világban is él a hit a gyógyító erejű forrásokban. A leghíresebb példa erre a Lourdes forrás, amelyet a 19. században találtak meg, de még ma is ezrek és ezrek zarándokolnak el hozzá. A franciaországi Lourdes-ba évente több mint 3 millió hívő látogat el. 1858-ban egy Bernadette Surbirus nevű 14 éves lány azt állította, hogy egy félreeső barlangban 18-szor megjelent előtte Szűz Mária. A látomások helyszínén forrást fedeztek fel, és azóta rengeteg zarándok érkezik ide, hogy igyon a gyógyító erejűnek hitt vízből. Lourdes-on kívül még számos más európai forrásnak tulajdonítanak gyógyító erőt. Ponce de León életében rengeteg szóbeszéd járta az ifjúság forrásáról, és sokan tudni vélték a pontos helyét is. Egyesek a legendára alapozva úgy gondolták, hogy Indiában található. Mások abban hittek, hogy Írország és más kelta országok forrásainak van erősítő és főként szexuális téren megfiatalító ereje. A leginkább elfogadott helyszín azonban az Új Világ volt. Nem kétséges, hogy amikor Mártír Petrus 1516-ban leírta Ponce de León kalandjait, már ismerte a folklórnak ezt a részét, és Ponce de León is hallotta a különös meséket. Ezek a történetek annyira elterjedtek Európában, hogy Ponce de León és a többi felfedező ki sem kerülhette őket. Sok felfedező abban is hitt, hogy a kincsek és a rabszolgák mellett az Új Világ efféle varázslatos lehetőségeket is kínál nekik. Még van egy kis vita a körül, hogy Juan Ponce de León hallhatott-e az ifjúság forrásáról, vagy sem. Hamarosan elmondjuk, mit gondolunk mi a felfedező út igazi céljáról. Juan Ponce de León gazdag és fontos részét fedezte fel az Új Világnak, de nem ő volt az egyetlen spanyol utazó 1513-ban. Vasco Núñez de Balboa nyugat felé indít expedíciót, és ő lesz az első európai, aki meglátja a csendes óceán keleti partját. Eközben az angol 8. Henry király serege élére áll, elfoglalja Tournai és Teron városát, és legyőzi a franciákat a híres sarkantyú csatában. Itáliában Niccolò Machiavelli befejezi az itáliai reneszánsz legellentmondásosabb művét, a Fejedelem című könyvet. Ebben kifejti, hogy az uralkodó számára a célszerűség sokkal fontosabb, mint az erkölcsösség. Negyedik rész. Egy mítosz lerombolása. A legtöbb mai történész elveti a gondolatot, hogy Juan Ponce de León csak is azért ment Floridába, hogy az ifjúság forrását keresse. Inkább az a nézet az elfogadott, hogy kettős cél vezérelte, vágy az arany után és a hódítás dicsősége után. Kétféle bizonyíték is szól az ellen, hogy Ponce de León egy ilyesféle forrást keresett. Az egyik második Ferdinánd király Osientója, azaz kiváltság levele, amelyben engedélyezi a felfedező utat. Ebben semmiféle utalás nem található sem a forrásra,
sem a forrás keresésére. A dokumentum aprólékos gondossággal tárgyalja Juan Ponce de León útjának minden lehetséges célját, de sehol nem esik szó benne forrásról, fiatalító vízről, az ifjúság visszahozásáról, sem semmi ilyesmiről. A másik, amit feltétlenül meg kell említeni ezzel kapcsolatban, az az, hogy egyetlen fennmaradt kortárs dokumentum sem erősíti meg, hogy Juan Ponce de Leonnak egyáltalán eszébe jutott bármiféle forrás. Csak hogy a 16. századi történészek nem sokkal Ponce de León expedíciója után nagy vitába kezdtek az ifjúság forrásáról, illetve arról, hogy Bimini szigetén található-e. Bimini pedig pontosan az a föld volt, amit Ponce de León fel akart fedezni, így aztán hamar összekapcsolták a személyét a forrással. 1511-ben Martyr Petrus megrajzolta az első térképet, amelyen szerepelt Bimini szigete. 1516-ban megírta az első beszámolót Ponce de León új világban tett útjáról. Világosan állította, hogy az ifjúság forrásának felkutatása volt az út egyik célja. De vajon mi indította erre a feltevésre? Az itáliai Martyr Petrus erős politikai ambíciókat dédelgetett. Karrierjét a milánói herceg tanácsadójaként kezdte, majd a 20-as éveiben Róma kormányzójának titkárává lépett elő. A reneszánsz mozgalom rendíthetetlen támogatójaként sok befolyásos barátra tett szert, köztük egy grófra, a Vatikánba delegált spanyol nagykövetre. 1488-ban a 30 éves Petrust az említett gróf rábeszélte, hogy költözzön a spanyol udvarba. A pappá szentelt Petrus a királyi ház kinevezett káplánja és udvari tudósa lett, valamint bizalmasa mind Ferdinándnak, mind Izabellának. Engedélyt kapott, hogy lejegyezze a felfedezők új világról szerzett tapasztalatait. Az utazók történeteiből két nagyobb művet írt, ezekben elbeszéli 32 év spanyol felfedezéseinek krónikáját. Vajon miért foglalta bele a Ponce de León utazásáról írt beszámolójába az ifjúság forrásának meséjét, ha nem volt semmi alapja? Bár olasz volt, magával ragadta a spanyol szellem. Spanyolországban ekkoriban uralkodó tendencia volt, hogy nagyon komolyan vették a mítoszokat, például az aranyváros, Eldorado történetét. Salamon király bányáit pedig állítólag még Kolumbusz is kereste. Egy teljesen új világot kellett felfedezniük. Az utazóknak fogalmuk sem volt, hogy mi vár rájuk, de komoly reményeket tápláltak. Reménykedtek benne, hogy aranyat, ezüstöt és drága köveket találnak. Ugyanakkor valami mást is. Valamit, ami megkönnyítheti az ember földi létét. Például egy csodálatos fiatalító forrást. Ebben a korszakban ilyen gondolatok vezérelték a spanyolokat. Nagyon-nagyon komolyan vették a mítoszokat, egész történeteket építettek fel köréjük. Szerintem Martyr Petrust is ez a szellem ragadta magával. Hozzá kell tennünk azt is, hogy a spanyolok hívők keresztények voltak, és a víz épp úgy, mint más világvallásokban, a kereszténységben is szentnek számított, ezért tulajdonítottak neki gyógyító erőt. A víz a kozmogonikus, azaz teremtés mitoszok egyik alapeleme. Igen, a világ számos teremtés mitoszában a víz a legősibb elem. Kezdetben nincs más, csak víz. Különféle nézőpontokból magyarázzák, hogy mi is a víz, mit jelképez, hogyan működik. Például az Ószövetségben a Teremtés könyvének legelején, amikor Isten a Földet teremti, minden a vízzel, ezzel az ősi erővel indul. Isten ismét így szólt: gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte. Teremtés könyve 1.9. A víz, mint a teremtés forrása, nem csak a zsidó keresztény tanításokban jelenik meg.
Az ősi hindu himnuszok gyűjteményében, a Védákban, paradox módon azt mondják a vízről, hogy a létezés előtt is létezett. Tehát ez a legősibb anyag, a teremtés és a teremtés mítoszok építőköve. Sötétet akkor sötétség borított. Mindenütt jel nélküli óceán honolt. A Védák teremtés himnuszából. Mivel magyarázzák a teremtés mítoszok a víz fiatalító erejét? Azzal, hogy az ősi vizek már a teremtés előtt léteztek, azelőtt, hogy az időnek lehetősége lett volna pusztító hatalmát kiterjeszteni a világra és az emberi lényekre. Tehát, aki kapcsolatba kerül az áldott vízzel, a szent vízzel, az túllép a történelmen, túllép az időn, és legyőzi az öregedést. Ha Ponce de León kutatásairól beszélünk, azt se felejtsük el, hogy a korai társadalmakban a víz rendkívüli értéket képviselt. A 15-16-17. Század reneszánsz emberét a víz az életre emlékeztette, a vizet az élettel hozta kapcsolatba. Ezek után, ha belegondolt a lehetőségbe, hogy soha ki nem apadó, életet adó forrásra bukkanhat, talán még nyitottabbá vált az olyan történetekre, vagy akár beszámolókra, amelyek eféle forrásokról, sőt, ne adj Isten, folyókról beszéltek. Források, szent tavak, patakok egyaránt megjelentek a keresztény és a görög-római hagyományban. Biztos, hogy Ponce de León, mint a szó legigazibb értelmében vett reneszánsz ember, ismerte ezeket a tradíciókat, és könnyen elképzelhető, hogy élénk fantáziájának köszönhetően maga is hinni kezdett a szent forrás létezésében, és talán úgy érezte, hogy érdemes a keresésére indulni. Ma a legtöbb történész valószínűtlennek tartja, hogy Ponce de Leónnak a forrás keresése volt a célja. Hamarosan megtudhatják, hogy az úgynevezett fekete legenda hogyan éltette tovább a mítoszt. 5. rész. A legenda tovább él. A floridai benszülöttek más kultúrákhoz hasonlóan hittek a gyógyító, fiatalító vízben. A legenda valószínűleg a karibi benszülöttektől származik. Azt mesélték róluk, hogy azért utaznak Floridába, mert meg akarnak fiatalodni egy forrásnál. A spanyolok ezt úgy értelmezték, hogy a forrás nem csak megfiatalítja az embereket, hanem örökre meg is őrzi a fiatalságukat. A történészek arra is gondoltak, hogy a floridaiak talán azért beszéltek Ponce de Leónnak a varázslatos vízről, hogy félrevezessék. A benszülött törzsek gyakran mondták a spanyoloknak, hogy tudunk egy távolabbi királyságról, ahol rengeteg az arany. Itt és itt van, menjetek oda, és minket hagyjatok békén. Például a mexikói benszülöttek is azt mesélték Cortéznek, hogy egy másik országban sokkal több aranyat talál, és egyáltalán sokkal jobb helyek vannak valahol messzebb. Hagyja békén őket, és menjen oda. Szóval ez egy régi trükk volt. Nincs rá bizonyíték, hogy Ponce de León újvilági utazásai során bármikor is békésen tudott volna tárgyalni a benszülöttekkel. Miután Floridában kitűzte a keresztet és a földet, spanyol területnek nyilvánította, a hajói tovább indultak délfelé az öbölpart mentén. Kikötöttek a Santibel sziget délkeleti csücskénél. A helybeli Kaluza indiánok már is támadtak. Egy spanyol meghalt, három megsebesült.
A többiek hazaindultak. Október közepén érkeztek meg Puerto Ricóba. A következő évben Juan Ponce de León Spanyolországba utazott, hogy újabb Ossientót, kiváltságlevelet kérjen, amely kinevezi őt Florida és Bimini kormányzójává. Az okiratot megkapta. Visszatért Puerto Ricóba, és újabb utat tervezett. Felesége halála azonban új kötelezettségeket rót rá. A következő évet két gyermeke nevelésének szentelte, közben pedig irigykedett felfedező társára, Hernán Cortezre, aki 1519-re már több fantasztikus aranylelőhelyre bukkant Mexikóban. Cortez sikereinek hatására Ponce de León úgy döntött, végre érvényt szerez a maga kiváltság levelének, és 1521-ben útnak is indult. Ezúttal két hajóval ment, a fedélzetükön 200 telepes, nők és férfiak, valamint papok és misszionáriusok, házi állatok, vetőmag és mezőgazdasági eszközök. Juan Ponce de León vágya és célja az volt, hogy települést létesítsenek Floridában, kikötőt építsenek, és missziókat küldjenek a környező benszülött törzsekhez, hogy római katolikus hitre tudják téríteni őket. A hajók szerencsésen partot értek. Valószínűleg ugyanabban a San Carlos öbölben, mint korábban. A kaluza indiánok reakciója pedig szintén ugyanaz volt, mint 8 évvel azelőtt. Ahogy a spanyolok megpróbálták elhagyni a hajókat, azonnal rájuk támadtak. Fáradhatatlanul igyekeztek megakadályozni minden letelepedési kísérletet. A harcok során Ponce de Leont is eltalálta egy nyíl a combján. A seb elfertőződött, így a hódítónak másodszor is vissza kellett vonulni a Floridából. A csapat Kubába húzódott vissza. Itt halt bele a sérülésébe Ponce de León 1521-ben. Vele együtt meghalt álma is a nagy vagyonról és arról, hogy gyarmatosítja Floridát, Spanyolország és talán a maga dicsőségére. Halála után hamarosan együtt kezdték emlegetni a nevét, az ifjúság forrásával. Mártír Petrus is összekapcsolta Ponce de León személyét a legendával. Spanyol krónikások lejegyezték az érdekességet. A történelmi fikcióból történelmi tény lett. 1535-ben Oviedo y Valdez halhatatlanná tette a mesét, amikor belefoglalta a Florida felfedezéséről írt feljegyzéseibe. Antonio Herrera hagyta ránk a legteljesebb leírást Juan Ponce utazásairól. 1601-ben elbeszélése vége felé azt írta, hogy Ponce de León kiküldött egy hajót a forrás felkutatására, de ez inkább utólag odavetett megjegyzésnek tűnik, mintha alá akarta volna támasztani, hogy a mítosz létezik, és Juan Ponce de León tényleg kereste a forrást. Ilyen kísérletről azonban nem tudunk, és soha senki nem is talált efféle vizet. 20. századi szemmel nézve az ifjúság forrását keresni egyszerűen badarság. Mégis főleg angol nyelvterületen az iskola könyvekben továbbra is állítják, hogy Ponce de León ezt tette. A mítosz fennmaradásának egyik oka a fekete legenda, amelyet a protestánsok kezdtek terjeszteni a 18. század végén. A fekete legenda az angol és később az amerikai történetírás kísérlete volt arra, hogy kételyeket ébreszten a spanyol gyarmatosítókat illetően. A spanyolok kétségtelenül meg akartak gazdagodni, nyersanyagokat, kincseket kerestek, és valóban elég mohók voltak. Csak hogy ez abban a korban abszolút jellemző volt. Az angolok a gyarmatosítás során ugyanígy a gazdagságot hajszolták, ugyanígy nyersanyagot és földet akartak.
A fekete legenda összekapcsolta Ponce de León nevét az ifjúság forrása utáni kutatással, ezzel a nevetséges badarsággal. Így akarta a spanyolokat rossz színben feltüntetni, újvilági vállalkozásukat ostobaságnak, motivációjukat valószínűtlennek beállítani. Ha Diego Columbus nem kíván Puerto Rico kormányzója lenni, akkor Juan Ponce de León ma talán csak lábjegyzett. Florida felfedezése azonban helyet szerzett neki a történelemben, az ifjúság forrása utáni kutatás pedig híressé tette. Míg a valódi nagy tett Florida és a golfáramlat felfedezése volt, a halhatatlanságot ez a különös legenda hozta meg számára. A legtöbb spanyol konkvisztádort, Columbus Kristóf kivételével, mára már elfelejtették. 500 év telt el azóta, és a sors furcsa fintora folytán Juan Ponce de León neve még mindig él. A magyar változat a Balog Mix stúdióban készült. Szerint nem Ponce de León volt az első spanyol, aki partra szállt arra felé. Az 1500-as évek elején Columbus és társai elfoglalták Hispaniolát, és sok rabszolgára volt szükségük. Hispaniola a mai Dominikai Köztársaságot és Haitit magába foglaló terület. Két oka is volt, hogy itt nagyon hamar lecsökkent a használható rabszolgák száma, a spanyolok kíméletlen bánásmódja és a magukkal hozott európai betegségek, amelyekkel szemben a benszülötteknek nem volt megfelelő immunitása. Rengetegen meghaltak. A pótlásukra rabszolgaszerző expedíciókat indítottak a Karibi-sziget világban, és több rabszolgahajó is elérhette a floridai partokat. Ha Floridát már előbb felfedezték a spanyolok, mint hogy Ponce de León 1513-ban odaért, megvan a magyarázat, hogy miért fogadták őt a benszülöttek olyan ellenségesen. Ezt az elképzelést támasztja alá, hogy Ponce de León leírja, hogy az öbölparton talált egy benszülöttet, aki értett spanyolul. Más történészek szerint a floridai benszülöttek menekültek voltak, akik a Karib-szigetekről érkeztek erre a vidékre, mivel a spanyolok már Columbus érkezése óta folyamatosan támadásokat intéztek ellenük. A benszülöttek a környező szigetekről érkeztek ide, hogy meredéket keressenek, és hogy ne kényszerítsék őket rabszolgasorba. Ezért történhetett, hogy mire a spanyolok odaértek Floridába, a benszülöttek már tudtak róluk egyecsmást, ismerték a módszereiket, és azt is tudták, miért jöttek. Sejtették, hogy nem barátkozni akarnak. Meggyőződésük volt, hogy a spanyolok megtámadják és rabszolgává teszik őket, elhurcolják őket a családjuktól. Akár menekültek, akár benszülöttek voltak, egy biztos. Nem fogadták tárt karokkal a felfedezőket. Antonio Herrera, a spanyol krónikás később megírta, mi várta Ponce de Leont és társait Floridában. Herrera 1601-ben leírja, hogy Juan Ponce de Leonnak nem állt szándékában ellenségesen közeledni a benszülöttek felé. De rákényszerült, mert a benszülöttek azonnal megtámadták nyilakkal és botokkal. Megpróbálták elvenni a csónakját és az evezőit, így hát Ponce de León visszavágott. Egyik emberét leütötték, két másik megsebesült, a többiek biztonságban elmenekültek. Ezt követően tovább hajóztak délfelé a Jupiter öblön át.
kikötöttek, és Ponce de León kitűzte a keresztet, hogy jelezze a tulajdon jogát a földre, második aragóniai fündult útnak, a Puerto Rico-i Anasco öbölből. Északnyugat felé indult a Lucayán szigetek, mai néven Bahama szigetek mentén. 11 napig hajózott, és eljutott a legészakibb ábrázolt szigetig, a mai San Salvadorig. Ezt a szigetet is Kolumbusz fedezte fel hajdanán. Ponce de León feltöltötte 3 hajója készleteit, és elindult saját felfedező útjára. Március 27-én Elutera szigetét elhagyva a flotta nyugatnak fordult, és eltűnt a láthatáron. Áthajóztak a mai floridai szoroson. Fogalmuk sem volt, hol járnak, és 6 egész napig nem láttak szárazföldet. Hajózás közben mégis az aggasztotta őket a legjobban, hogy képtelenek tartani a nyugati irányt. Észak felé sodródtak, sokkal inkább észak felé, mint amennyire nyugatnak tudták kényszeríteni a hajót. Mindez természetesen a Golf áramlat, vagy más néven Florida áramlat okozta. Az áramlat északra, új szárazföldek felé sodorta a hajókat. A történelmi felfedezés 1513. április 2-án, húsvét hetében történt. Az alábbi írásból megtudhatjuk, hogyan nevezte el Ponce de León a felfedezését. Egy híres spanyol történész, Antonio Herrera jegyezte le 90 évvel az esemény után. Úgy gondolták, hogy a Föld egy sziget, és elnevezték La Floridának, mert a szemnek nagyon szép látványt nyújtott, egyenletes és sima volt, sok zöldellő fával. Azért is nevezték el így, mert a virágzó húsvét hetében fedezték fel, Antonio Herrera 1601. Ponce de León mámorosan örült a nagy felfedezésnek, de vajon mi motiválta elsősorban a felfedezőket? Nem sokára megtudhatják, milyen csodákra leltek a hajósok az új, egzotikus földön, és hogyan vált az ifjúság forrása európai legendává. Harmadik rész. Ősi bölcsességek nyomában. Juant és társait nagy megelégedéssel töltötte el La Florida felfedezése. A benszülötteket azonban nem tette túl boldoggá az érkezésük. Kétféle elképzelés van arról, hogy miért voltak a helybeliek olyan ellenségesek. Egyes történészek szerint nem Ponce de León volt az első spanyol, aki partra szállt arra felé. Az 1500-as évek elején Kolumbusz és társai elfoglalták Hispaniolát, és sok rabszolgára volt hippi hagyományaiban is gyakran esett szó. Az új világ felfedezése sokféle ajándékot adott az embereknek. Úgy gondolták, hogy ezek között van az élet meghosszabbításának lehetősége is. Az 1400-as évek végén európai felfedezők indultak útnak, hogy meghódítsák ezt a földet. 3 nagy hatalom, 3 különböző célt tűzött ki maga elé. A franciák a szőrmekereskedelmet akarták kiterjeszteni, az angolok földet akartak, új gyarmatokat, a spanyolok aranyat és más mesés kincseket kerestek. A floridai Szent Augustinban máig sokan hisznek az ifjúság forrásában. Abban is hisznek, hogy Juan Ponce de León csodatévő vizet fedezett föl, amikor először lépett a floridai félszigetre 1513-ban. A II. Ferdinánd király udvarában élő mártír Petrus nevű itáliai paptól származik az első írásos beszámoló Ponce de León törekvéseiről, melyek örökre összekapcsolták az utazó nevét az ifjúság forrásával. Ponce de León 1513-ban kísérelte meg először meghódítani Floridát. Petrus így ír erről. A szigeten örökké folyó forrás víz zubog. Ereje oly csodálatos, hogy újra ifjúvá tesz mindenkit, aki iszik belőle. Idézet az Új Világról című könyvből 1516. Petrus beszámolója ma élénk vitát vált ki. Sokan nem hisznek benne, hogy az Új Világban megtalálták az ifjúság forrását, sőt abban sem, hogy Ponce de León ezt a csodát kereste volna.
De miért írta Mártír Petrus, hogy a spanyol felfedező ilyen mesebeli víz után kutatott? És miért hiszik egyesek, hogy létezik fiatalító víz? Megvizsgáljuk ezeket a kínzó kérdéseket, és megpróbáljuk kibogozni a régi rejtélyt. Az örök fiatalság forrása. Első rész. Egy legenda születése. Ha a floridai Szent Augustinba látogatunk, megnézhetjük az ifjúság forrásának helyét. Állítólag ez az a forrás, amit Ponce de León nem csak keresett, de meg is talált. A modern történészek természetesen megkérdőjelezik ezt az állítást. Itáliai reneszánsz legellentmondásosabb művét, a Fejedelem című könyvet. Ebben kifejti, hogy az uralkodó számára a célszerűség sokkal fontosabb, mint az erkölcsösség. Negyedik rész. Egy mítosz lerombolása. A legtöbb mai történész elveti a gondolatot, hogy Juan Ponce de León csak is azért ment Floridába, hogy az ifjúság forrását keresse. Inkább az a nézet az elfogadott, hogy kettős cél vezérelte, vágy az arany után és a hódítás dicsősége után. Kétféle bizonyíték is szól az ellen, hogy Ponce de León egy ilyesféle forrást keresett. Az egyik második Ferdinánd király Oszientója, azaz kiváltság levele, amelyben engedélyezi a felfedező utat. Ebben semmiféle utalás nem található sem a forrásra, sem a forrás keresésére. A dokumentum aprólékos gondossággal tárgyalja Juan Ponce de León útjának minden lehetséges célját, de sehol nem esik szó benne forrásról, fiatalító vízről, az ifjúság visszahozásáról, sem semmi ilyesmiről. A másik, amit feltétlenül meg kell említeni ezzel kapcsolatban, az az, hogy egyetlen fennmaradt kortárs dokumentum sem erősíti meg, hogy Juan Ponce de Leónnak egyáltalán eszébe jutott bármiféle forrás. Csak hogy a 16. századi történészek nem sokkal Ponce de León expedíciója után nagy vitába kezdtek az ifjúság forrásáról, illetve arról, hogy Bimini szigetén található-e. Bimini pedig pontosan az a föld volt, amit Ponce de León fel akart fedezni, így aztán hamar összekapcsolták a személyét a forrással. 1511-ben Mártír Petrus megrajzolta az első térképet, amelyen szerepelt Bimini szigete. 1516-ban megírta az első beszámolót Ponce de León új világban tett útjáról. Világosan állította, hogy az ifjúság forrásának felkutatása volt az út egyik célja. De vajon mi indította erre a feltevésre? Az itáliai Mártír Petrus erős politikai ambíciókat dédelgetett. Karrierjét a milánói herceg tanácsadójaként kezdte, majd a 20-as éveiben Róma kormányzójának titkárává lépett elő. A reneszánsz mozgalom rendíthetetlen támogatójaként sok befolyásos barátra tett szert, köztük egy grófra, a Vatikánba delegált spanyol nagykövetre. 1488-ban a 30 éves Petruszt az említett gróf rábeszélte, hogy költözzön a spanyol udvarba. A pappá szentelt Petrus a királyi ház kinevezett káplánja és udvari tudósa lett. Juan Ponce de León gazdag és fontos részét fedezte fel az új világnak, de nem ő volt az egyetlen spanyol utazó 1513-ban. Vasco Núñez de Balboa nyugat felé indít expedíciót, és ő lesz az első európai, aki meglátja a csendes óceán keleti partját. Eközben az angol 8. Henry király serege élére áll, elfoglalja Tournai és Teron városát, és legyőzi a franciákat a híres sarkantyú csatában. Itáliában Niccolò Machiavelli befejezi az itáliai reneszánsz legellentmondásosabb művét, a Fejedelem című könyvet. Ebben kifejti, hogy az uralkodó számára
a célszerűség sokkal fontosabb, mint az erkölcsösség. Negyedik rész. Egy mítosz lerombolása. A legtöbb mai történész elveti a gondolatot, hogy Juan Ponce de León csak is azért ment Floridába, hogy az ifjúság forrását keresse. Inkább az a nézet az elfogadott, hogy kettős cél vezérelte, vágy az arany után és a hódítás dicsősége után. Kétféle bizonyíték is szól az ellen, hogy Ponce de León egy ilyesféle forrást keresett. Az egyik második Ferdinánd király Oszientója, azaz kiváltság levele, amelyben engedélyezi a felfedező utat. Ebben semmiféle utalás nem található sem a forrásra, sem a forrás keresésére. A dokumentum aprólékos gondossággal tárgyalja Juan Ponce de León útjának minden lehetséges célját, de sehol nem esik szó benne forrásról, fiatalító vízről, az ifjúság visszahozásáról, sem semmi ilyesmiről. A másik, amit feltétlenül meg kell említeni ezzel kapcsolatban, az az, hogy egyetlen fennmaradt kortárs dokumentum sem erősíti meg, hogy Juan Ponce de Leónnak egyáltalán eszébe jutott bármiféle forrás. Csak hogy a 16. századi történészek nem sokkal Ponce de León expedíciója után nagy vitába kezdtek az ifjúság forrásáról, illetve arról, hogy Bimini szigetén található-e. Bimini pedig pontosan az a föld volt, amit Ponce de León fel akart fedezni, így aztán hamar összekapcsolták a személyét a forrással. 1511-ben Martír Petrus megrajzolta az első térképet, amelyen szerepelt Bimini szigete. 1516-ban megírta az első beszámolót Ponce de León új világban tett útjáról. Világosan állította, hogy az ifjúság forrásának felkutatása volt az út egyik célja. De vajon mi indította erre a feltevésre? Az ítésére. A dokumentum aprólékos gondossággal tárgyalja Juan Ponce de León útjának minden lehetséges célját, de sehol nem esik szó benne forrásról, fiatalító vízről, az ifjúság visszahozásáról, sem semmi ilyesmiről. A másik, amit feltétlenül meg kell említeni ezzel kapcsolatban, az az, hogy egyetlen fennmaradt kortárs dokumentum sem erősíti meg, hogy Juan Ponce de Leónnak egyáltalán eszébe jutott bármiféle forrás. Csak hogy a 16. századi történészek nem sokkal Ponce de León expedíciója után nagy vitába kezdtek az ifjúság forrásáról, illetve arról, hogy Bimini szigetén található-e. Bimini pedig pontosan az a föld volt, amit Ponce de León fel akart fedezni, így aztán hamar összekapcsolták a személyét a forrással. 1511-ben Martír Petrus megrajzolta az első térképet, amelyen szerepelt Bimini szigete. 1516-ban megírta az első beszámolót Ponce de León új világban tett útjáról. Világosan állította, hogy az ifjúság forrásának felkutatása volt az út egyik célja. De vajon mi indította erre a feltevésre? Az itáliai Martír Petrus erős politikai ambíciókat dédelgetett. Karrierjét a milánói herceg tanácsadójaként kezdte, majd a 20-as éveiben Róma kormányzójának titkárává lépett elő. A reneszánsz mozgalom rendíthetetlen támogatójaként sok befolyásos barátra tett szert, köztük egy grófra, a Vatikánba delegált spanyol nagykövetre. 1488-ban a 30 éves Petrust az említett gróf rábeszélte, hogy költözzön a spanyol udvarba. A pappá szentelt Petrus a királyi ház kinevezett káplánja és udvari tudósa lett, valamint bizalmasa mind Ferdinándnak, mind Izabellának. Engedélyt kapott, hogy lejegyezze a felfedezők új világról szerzett tapasztalatait. Az utazók történeteiből két nagyobb művet írt. Ezekben elbeszéli 32 év spanyol felfedezéseinek krónikáját. Vajon miért foglalta bele a Ponce de León utazásáról írt beszámolójába az ifjúság forrásának meséjét, ha nem volt semmi alapja? Bár olasz volt, magával ragadta a spanyol szellem. Spanyolországban ekkoriban uralkodó tendencia volt, hogy nagyon komolyan vették a mítoszokat, például az Aranyváros, Eldorado történetét. Salamon király bányáit pedig állítólag még Kolumbusz is kereste.
Egy teljesen új világot kellett felfedezniük. Az utazóknak fogalmuk sem volt, hogy mi vár rájuk, de komoly reményeket tápláltak. Reménykedtek benne, hogy aranyat, ezüst ürdik benne, rituálisan megtisztul. Ez is eleme a megfiatalodásnak. De ha a történet Indiából ered, az alapgondolat hogy épülhetett be annyira az európai kultúrába? Tudjuk, hogy Európa és India között volt kapcsolat, elsősorban persze kereskedelmi, de a kereskedelmi utak mentén nem csak az árucsere jött létre, hanem kulturális csere is. Az ifjúság forrásáról szóló mítoszok, amelyek a 11. század után terjedtek el Európában, mindig Indiába vagy a távol-keletre helyezték az ifjúság forrását. Mivel Ponce de León azt hitte, Nyugat-Indiában jár, nyugodtan gondolhatta, hogy komoly esélye van megtalálni az ifjúság forrását. Egy másik híres népmese is széles körben elterjedt az európai felfedezők korában. A világvégi forrás története, amelyet még a Bibliánál is régebbinek tartottak. Ez a mese, ahogy sok más mese is, három királyfiról szól. Az öreg király megbetegszik, a fiai pedig útnak indulnak, hogy megkeressék az életvizét és elvigyék apjuknak. Hol a király szemevilágát kell visszaadni, hol valamilyen betegségből kell meggyógyítani, leggyakrabban pedig az öregség kellemetlen belejáróit kell megszüntetni, és a szexuális potenciát növelni. Ahogy az emberek öregedtek, egyre inkább hittek benne, hogy a megfelelő varázsvíz visszaadhatja a szexuális képességeiket. Mint a legtöbb mesében, itt is gonosz a két nagyobb testvér, a kicsi pedig jó. Bátor viselkedésének hála találkozik egy törpével, aki elárulja, hol találja az életvizét, és hogyan küzdheti le az akadályokat az oda vezető úton. A királyfi talál egy kastélyt, hatalmas kapuval. Átjut a kapun, legyőz két ordító oroszlánt, majd egy mély álmából felébredő hercegnő elvezeti a varázslatos forráshoz. A királyfi ott mer egy kupa vizet, sikerül hazajuttatnia az apjához, aki iszik belőle, és meggyógyul. A rossz fiúnak is végig kell mennie ugyanezen az úton, ugyanezeket a próbákat kell kiállnia, de nem jár sikerrel, mert önző, és csak arra gondol, hogy hatalmat szerezzen magának. Így végül vágtató lovak tapossák el, vagy legyőzi egy megtámadott medve, és így tovább, és így tovább. Ez a történet az egyik legismertebb mesévé vált a nyugati világban, és annyira beépült az emberek tudatába, hogy végül már hittek benne. Elhitték, hogy a világ végén van egy úton. A királyfi talál egy kastélyt, hatalmas kapuval. Átjut a kapun, legyőz két ordító oroszlánt, majd egy mély álmából felébredő hercegnő elvezeti a varázslatos forráshoz. A királyfi ott mer egy kupa vizet, sikerül hazajuttatnia az apjához, aki iszik belőle, és meggyógyul. A rossz fiúnak is végig kell mennie ugyanezen az úton, ugyanezeket a próbákat kell kiállnia, de nem jár sikerrel, mert önző, és csak arra gondol, hogy hatalmat szerezzen magának. Így végül vágtató lovak tapossák el, vagy legyőzi egy megtámadott medve, és így tovább, és így tovább. Ez a történet az egyik legismertebb mesévé vált a nyugati világban, és annyira beépült az emberek tudatába, hogy végül már hittek benne. Elhitték, hogy a világ végén van egy forrás, és ha valakinek sikerül megtalálni, az gazdag lesz, meggyógyul a betegségeiből, visszanyeri a szemevilágát, összeforr a törött lába, főként pedig növekszik a szexuális potenciája. Ez persze csak mind vágyálom volt. Az emberek vágytak egy bizonyos állapotra, és úgy gondolták, a víz segítségével elérhetik. Még a mai világban is él a hit a gyógyító erejű forrásokban. A leghíresebb példa erre a Lourdes forrás, amelyet a 19. században találtak meg, de még ma is ezrek és ezrek zarándokolnak el hozzá. A
A franciaországi Lourdes-ba évente több mint 3 millió hívő látogat el. 1858-ban egy Bernadette Surbirus nevű 14 éves lány azt állította, hogy egy félreeső barlangban 18-szor megjelent előtte Szűz Mária. A látomások helyszínén forrást fedeztek fel, és azóta rengeteg zarándok érkezik ide, hogy igyon a gyógyító erejűnek hit vízből. Lourdeson kívül még számos más európai forrásnak tulajdonítanak gyógyító erőt. Ponce de León életében rengeteg szóbeszéd járta az ifjúság forrásáról, és sokan tudni vélték a pontos helyét is. Egyesek a legendára alapozva úgy gondolták, hogy Indiában található. Mások abban hittek, hogy Írország és más kelta országok forrásainak van erősítő és főként szexuális téren megfiatalító ereje. A leginkább elfogadott helyszín azonban az új világ volt. Nem kétséges, hogy amikor Mártír Petrus 1516-ban leírta Ponce de León kalandjait, már ismerte a folklórnak ezt a részét, és Ponce de León is hallotta a északnyugat felé indult a Lucayán szigetek, mai néven Bahama szigetek mentén. 11 napig hajózott, és eljutott a legészakibb ábrázolt szigetig, a mai San Salvadorig. Ezt a szigetet is Kolumbusz fedezte fel hajdanán. Ponce de León feltöltötte 3 hajója készleteit, és elindult saját felfedező útjára. Március 27-én Elutera szigetét elhagyva a flotta nyugatnak fordult, és eltűnt a láthatáron. Áthajóztak a mai floridai szoroson. Fogalmuk sem volt, hol járnak, és 6 egész napig nem láttak szárazföldet. Hajózás közben mégis az aggasztotta őket a legjobban, hogy képtelenek tartani a nyugati irányt. Észak felé sodródtak, sokkal inkább észak felé, mint amennyire nyugatnak tudták kényszeríteni a hajót. Mindez természetesen a Golf áramlat, vagy más néven Florida áramlat okozta. Az áramlat északra, új szárazföldek felé sodorta a hajókat. A történelmi felfedezés 1513. április 2-án, húsvét hetében történt. Az alábbi írásból megtudhatjuk, hogyan nevezte el Ponce de León a felfedezését. Egy híres spanyol történész, Antonio Herrera jegyezte le 90 évvel az esemény után. Úgy gondolták, hogy a Föld egy sziget, és elnevezték La Floridának, mert a szemnek nagyon szép látványt nyújtott, egyenletes és sima volt, sok zöldellő fával. Azért is nevezték el így, mert a virágzó húsvét hetében fedezték fel. Antonio Herrera, 1601. Ponce de León mámorosan örült a nagy felfedezésnek. De vajon mi motiválta elsősorban a felfedezőket? Nem sokára megtudhatják, milyen csodákra leltek a hajósok az új egzotikus földön, és hogyan vált az ifjúság forrása európai legendává. Harmadik rész. Ősi bölcsességek nyomában. Juant és társait nagy megelégedéssel töltötte el La Florida felfedezése. A benszülötteket azonban nem tette túl boldoggá az érkezésük. Kétféle elképzelés van arról, hogy miért voltak a helybeliek olyan ellenségesek. Egyes történészek szerint nem Ponce de León volt az első spanyol, aki partra szállt arra felé. Az 1500-as évek elején Kolumbusz és társai elfoglalták Hispaniolát, és sok rabszolgára volt szükségük. Hispaniola, a mai dominikai fiatalkora a feledés homályába merült. Születési dátumát a történészek körülbelül 1474-re teszik. Nem tudjuk pontosan, mikor született, de azt igen, hogy nemesi családból származott. A Ponce de León nemesi név. Valószínűleg törvénytelen gyerek volt, ezért nem ismerhetjük részletesebben a családi hátterét. Azt aránylag biztosra vehetjük, hogy a León királyságbeli Komposzban született. Komposz.
Ponce de León ifjúkorában ádász harcosként szerzett hírnevet magának. Csatlakozott a spanyol sereghez, és 1492-ben II. Ferdinánd király vezetésével legyőzték a granadai mórokat. Ez a győzelem véget vetett a spanyolországi muzulmán befolyásnak. Ugyanebben az évben a spanyol zsidók 3 hónapot kaptak rá, hogy térjenek át a kereszténységre, vagy hagyják el az országot. Eközben Martin Benheim, német geográfus, elkészítette az első földgömböt. Az év legnagyobb eseménye azonban Kolumbusz Kristóf expedíciója volt. A spanyol felfedező utak Kolumbusszal kezdődtek 1492-ben. Nyugat felé hajózva akart eljutni keletre, és bár ez akkoriban nem volt olyan szokatlan elképzelés, mégis ő volt az első, aki megvalósította. Azt hitte, Indiába jutott, amikor elért egy szigetcsoportot, a mai Kubát és Hispaniolát. Juan Ponce de León, a harcedzett katona, idősebb és bölcsebb lett, és új kihívásokat keresett. Második rész. Az ember a mítosz mögött. Juan Ponce de León tipikus spanyol nemes volt, és ahogy ma mondanák, meglehetősen jól ment neki, de ahhoz, hogy a középkori Spanyolország társadalmában fontos helyet foglalhasson el, hatalmas gazdagságra kellett szert tennie. India és az új világ jó lehetőségnek ígérkezett a vagyonszerzésre. 1493-ban 19 évesen elhajozott az új világba, csatlakozott Kolumbusz második expedíciójához. Az új világban különféle csatákban harcolt, és 1506-ban megbízták, hogy foglalja el Spanyolország számára Puerto Ricót. A hódítás sikerrel járt, és Ponce de Leont 1509-ben kinevezték Puerto Rico... És ha valakinek sikerül megtalálni, az gazdag lesz, meggyógyul a betegségeiből, visszanyeri a szemevilágát, összeforr a törött lába, főként pedig növekszik a szexuális potenciája. Ez persze csak mind vágyálom volt. Az emberek vágytak egy bizonyos állapotra, és úgy gondolták, a víz segítségével elérhetik. Még a mai világban is él a hit a gyógyító erejű forrásokban. A leghíresebb példa erre a Lourdes forrás, amelyet a 19. században találtak meg, de még ma is ezrek és ezrek zarándokolnak el hozzá. A franciaországi Lourdes-ba évente több mint 3 millió hívő látogat el. 1858-ban egy Bernadette Surbirus nevű 14 éves lány azt állította, hogy egy félreeső barlangban 18-szor megjelent előtte Szűz Mária. A látomások helyszínén forrást fedeztek fel, és azóta rengeteg zarándok érkezik ide, hogy igyon a gyógyító erejűnek hit vízből. Lourdeson kívül még számos más európai forrásnak tulajdonítanak gyógyító erőt. Ponce de León életében rengeteg szóbeszéd járta az ifjúság forrásáról, és sokan tudni vélték a pontos helyét is. Egyesek a legendára alapozva úgy gondolták, hogy Indiában található. Mások abban hittek, hogy Írország és más kelta országok forrásainak van erősítő és főként szexuális téren megfiatalító ereje. A leginkább elfogadott helyszín azonban az új világ volt. Nem kétséges, hogy amikor Mártír Petrus 1516-ban leírta a Ponce de León kalandjait, már ismerte a folklórnak ezt a részét, és Ponce de León is hallotta a különös meséket. Ezek a történetek annyira elterjedtek Európában, hogy Ponce de León és a többi felfedező ki sem kerülhette őket. Sok felfedező abban is hitt, hogy a kincsek és a rabszolgák mellett az új világ efféle varázslatos lehetőségeket is kínál nekik. Még van egy kis vita a körül, hogy Juan Ponce de León hallhatott-e az ifjúság forrásáról, vagy sem. Hamarosan elmondjuk, mit gondolunk mi a felfedező út igazi céljáról.
Juan Ponce de León gazdag és fontos részét fedezte fel az új világnak, de nem ő volt az egyetlen spanyol utazó 1513-ban. Vasco Núñez de Balboa nyugat felé indít expedíciót.